Napokig nem volt érdemes tartósan szabad levegőn tartózkodni a megyeszékhely belvárosában. Jelenleg is káros levegő minőségi értéket mutat a Széna téren elhelyezett mérőállomás. Az előző hét második felétől azonban folyamatosan problémás volt a levegő minősége. Évek óta jellemző, hogy a szállópor koncentrációja októberben növekszik meg ugrásszerűen. Ezúttal a hónap végén füstködriadót is elrendeltek. Általában ilyenkor romlanak a szállópor, ennek a PM10 frakciójának az értékei, ami aki arra érzékeny, aszmás vagy valamilyen légúti megbetegedésben szenved, az már az egészségügyi határérték felett is megérzi. De most rosszabb volt a helyzet. Október 26-ától november 1-ig egy olyan kedvezőtlen meteorológiai körülmény alakult ki, hogy a szennyező anyagok nem tudtak elkeveredni, tehát olyan, mint egy üvegbúra telepedett volna itt a térségünkre, és ez alatt a szennyező anyagok feldúsultak, és az értékek már nem csak az egészségügyi határértéket, a tájékoztatási, illetve a riasztási határértékeket is meghaladták. Ugyanez várható hétvégétől, amikor újra napos, szélcsendes, ugyanakkor hideg időjárás veszi kezdetét. A levegő minőségének romlása azonban korántsem kizárólag az időjárásra fogható. Számos káros anyagot bocsátanak ki a járművek, különösen a dízel üzeműek, leginkább azonban a nem megfelelő fűtés miatt romlik a légszennyezettség. A meteorológiai körülmények kedvezőek, akkor ezt nem vesszük észre, hiszen most se fűtenek kevesebbet az emberek, vagy nem kerül kevesebb szennyezőanyag a légkörbe, de megvan az az elkeveredési réteg, ahol nem okoz problémát, így igazából nem veszük észre, hogy mit bocsátunk ki. Ezek az időszakok pont arra lennének alkalmasak, hogy igenis felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hulladékot égetünk, kertjavart égetünk, nem megfelelő tüzelő berendezéseket használunk, nem megfelelő fűtési módokat használunk, akkor igen, ilyen helyzetek is kialakulhatnak. A magas légszennyezettségre különösen érzékenyek a gyermekek, az idősek, a várandós nők, a légúti, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők. Számukra különösen fontos, hogy naponta figyeljék a levegő minőségének értékeit. A komolyabb tünetek megelőzése érdekében a problémás időszakban érdemes kevesebb időt a szabadban tölteni, és a lakást is ritkábban szellőztetni.